Start. Start második nekifutása, elindul a Franky Pánidi mezőny, és 40 méteres előnyével nem tud mit kezdeni Zizi, mert nagyon-nagyon hamar elugorja magát a verseny. Egyik favoritja nem sikerült parírozni, nagy meglepetése, tehát ő kiesik a versenyből. Hát itt teljesen nyit lesz a futam, hirtelenjében a 2000-ről fordulók ott találják magukat a frontban. Vágypénz pedig azért nagyon-nagyon nehezen tud csak lábra kapni ott a háttérből, hogy nem lesz könnyű onnan felzárkózni. Óriási a tömörülés, Rolling Stones kivételével egymás hegyén hátán a mezőny vezet egyelőre. Zsófeszt kívülről fogják majd megtámadni. Ultimate Force érkezik nagy lendülettel, Urikelmel is próbálnak zárkozni, illetve Magic Bucks az, aki ott van Zsófeszt mellett, mögöttük Vanadium Boy, illetve a másik favorit Protect a Firm bent a falon. Még mindig harmadik pozícióban néhányan, Zsófeszt, Magic Bucks, illetve kívülről Ultimate Force, aztán Protect a Firm és Vanadium Boy a negyedik és az ötödik, Urikel Modus Gitta pedig az élboly végén. Whitepainsnek egy jó 30 méteres velük szemben a hátránya. Egy körrel a végelt Ultimate Force kicsikarja magának talán a vezető pozíciót, elmegy most már Zsófeszttel, illetve Magic Bucks-szal szemben vezetni. Vezette át az Ultimate Force, aki az első kanyart harmadik spurban tette meg, most viszont már legbelül tud menni, mögötte egy kettes fogat Zsófesz, illetőleg Magic Bucks, majd megint érkeznek ketten, kívülről láthatjuk Vanadium Boyt, mellette pedig ott ügeti jó helyzetben továbbra is a Protect a Firm, aki tehát külföldi pályákról érkezett, majd pedig Ulrika Emmet láthatjuk, aki pedig gyorsít, az Vanadium Boy, Vanadium Boy megpróbál közelebb kerülni, fölvállalja akár a harmadik spurt is, úgy tűnik. Vezet Ultimate Force diktálja az iramot, mögötte ott van Zsófesz, kívül pedig Magic Bucks is megindul. Magic Bucks egy nagyjából egy fél hosszra van a vezetőtől, miközben láthatjuk, hogy Zalai Gáborral megindult nagyon Vadóc Gitta, és pillanatok alatt a frontban van, sőt, az utolsó kanyar előtt le is tud csukni, tehát vezet Vadóc Gitta. Vadóc Gitta élem van, szökni próbál, Protect a Felpék teljesen zsákutcában versenyez, az utolsó kanyar az érve sem jobbra, sem pedig előre nem tudnak vele menni, ez a versenyébe kerülhet. Vadóc Gitta, Ultimate Force, Vanadium Boy, Protect a Firm még mindig csak várja azt, hogy megnyíljon valamiféle folyosó előtte. Vadóc Gitta viszont folyamatosan növelni tudja az előnyét, Úrika M az, aki megindult egészen kívülről, felállhat a dobogóra, Protect a Firm pedig talán majd most fog igazán utat találni magának, van még hátra jó 150 méterre, könnyen lehet, hogy még ez is elég lesz a győzelemhez, mert Vadóc Gitta végén teljesen elfárad, Protect a Firm pedig elszáll mindenki mellett, és nagyon-nagyon könnyen nyeri végül is a versenyt. Kiszabadul a végén, és Protect a Firm biztos győzelemet debütálít a Kincsen Parkban. Vadóc Gitta és Vanadium Boy óriási csatázik a második és a harmadik helyért. Úrikám lesz mögöttük a negyedik. Start! Start elindult a napi amatőr verseny, Handicap Trot szógaloppal kezd, a többiekkel nincsen probléma. Elmegy Poéta vezetni, méghozzá nagyobb a két osztas előnyre tesz szert, már az első kanyarhoz érve, mögötte bent a falon Paradisia, Paradisia mögött pedig Primus helyezkedik egyre jobb pozícióban, kívülről Nubia, harmadik spurban pedig Unicorn is próbál a vezetők mellé csatlakozni, a folytatásban Trendy Girl, illetve az a Kingston, aki itt egy kicsit kiszorul, és ott marad a mezőny végén, a boly végén. Hibázik Unicorn is a kanyar kijáratánál, úgyhogy a három favoritból az egyiket úgy fest, hogy elveszíti a mezőny, mert Unicorn is kiesett a versenyből. Poita viszont továbbra is magabiztosnak tűnik, és vezet nagyjából két hosszal előzve Paradisiát. A harmadik pozícióban még mindig Primus, zárkózgat Kingston, most előzi majd meg talán a belülversenyző Nubia. Trendy Girl pedig egyelőre a boly végén, de maximum 10 méterre a vezetőtől. Trotzfó után tehát Unicorn is kiesett a versenyből, miközben Poéta megnyugtató előnnyel jár az élen, mögötte ott van Paradis Giel, aztán pedig egy kettes fogat Primus, illetőleg Kingston jönnek, őket pedig aki követi Nubia, illetőleg Trendy Girl, elég komótosnak tűnik az iram, amit diktál a vezető ló Poéta, Poéta mögött pedig folyamatosan ott versenyez Paradis Giel, miközben úgy tűnik, hogy Nubia egyik pillanatról a másikra elfár, bár most ismételten megpróbál közelíteni az élcsoporthoz. Mindeközben Poéta továbbra is az élen jár, Poéta vezet, Poéta mögött ott van Paradis Giel, aztán pedig igyekszik megindulni Primus, Primus is jó pozícióban, tehát jelen pillanatban, illetőleg Kingston tagja még mondjuk így a mezőny talán első felének. Poéta érkezik az utolsó kanyarra, Paradis Giel is kiszállt a versenyből, jön viszont Primus. Primus nagyon-nagyon könnyen jön a vezető Poéta mögött, és talán ő lehet majd az elsőnek a győztese, mert remek pozícióban várja a folytatást. Talán akivel még majd csatáznia kell, az Trendy Girl, Kingston próbálkozik a háttérből.
A befutóra fordulva Poéta még az élen, Primus azonban sokkal könnyebben jön nála. Primus ére állhat, amikor a lovak elhagyják most már a távoszlopot, Trendy Girl pedig megindul a háttérből. Bent a falon Poéta, mellette Primus, kívül pedig Trendy Girl, ők lesznek majd ott vérhetően a dobogón, 100 méter van hátra, középen Primus vezet, jön azonban kívül Trendy Girl, bent a falon pedig Poéta visszatámad, Poéta vagy Primus, Poéta Pekkerre megnyeri a futamot, Poéta, Primus, Trendy Girl, ez a befutási sorrend. Start. Start elindult a napi főverseny, ez a Nardus díj, és ahogy vártuk, a villámgyors Salihamidzsics az, aki el tud menni vezetni. Mögött a két istárotás Szaharin, valamint Rensén helyezkedik a második, harmadik pozícióban, majd jönnek most már a többiek, jönnek a favoritok, Vitál Ergé kívülről, Urjáni Ergé pedig belülről kezdi meg szépen az árkózást. Rocket Boy, Titanville, Ultimate Star remek startot vett, rá talán kevéssé jellemző módon, Noboros pedig zárja a sort, nem kiszakadva. Salihamidzsicsnek elmegy vezetni Vitál Ergé, tehát átengedte Márton Lajos a vezető pozíciót, úgyhogy Vitál Ergé az, aki diktálja a tempót, az a Vitál Ergé, akit legutóbb a derbiben láttunk, és ott a harmadik helyen ért célba. Tehát ő az, aki hozzalókat majd a második körre, mögötte Salihamidzsics, mellettük pedig Trencsén, aztán jön Szaharin, Rocket Boy, Urjáni Ergé, és talán a leginkább favorizált ló Titanville az, aki az első egyenes közepén indít egy nagyon komoly rohamot, megpróbálja megkerülni az élen lévőket, és talán még a kanyarig el tud majd menni vezetni. Minden esetre hatalmas rösszel érkezik meg Titanville a második kanyarba, nagyon bekezd, és úgy tűnik, hogy le tudott csukni, bár a legbelső spurt nem tudta megszerezni, hiszen azt Vitál Ergé meg tudta magának őrizni. A támadó Titanville mögött ott láthatjuk Trencsént, illetőleg Salihamidzsics van még ott a harmadik, negyedik pozíció környékén, kívül Rocket Boy, belül pedig Szaharin, akik követik őket jelen pillanatban, aki zárja a mezőnyt, az Noble Rose, gyorsítanak az élen levők, azonban igazi tusára kettejük között most még nem kerül sor, mint ez azt jelenti, hogy Vitál Ergé, illetőleg Titanville kettes fogadta őket elől, aztán ott van mögöttük Trencsén, illetőleg belül Salihamidzsics, aki pedig hatalmas rösszel megérkezett az Uránia Ergé Varga Sándorral, és a harmadik spurba érkezik az utolsó kanyarra. Óriási rohamot indított Uránia Ergé, igaz, hogy kiszorul a harmadik spurba, de hát így is meg tud érkezni a vezető kettős mellé. A három favorit egymás mellett az utolsó 300 méter kezdetén belül Vitál Ergé, mellette Titanville, kívül pedig Urjáni Ergé, de közel Salihamidzsics, közel Trencsén, ott van Szaharin és ott van Rocket Boy, nagyon-nagyon komoly befutóra van kilátás. Vitál Ergé vezet mögötte Salihamidzsics zsákutcában, Titanville elugorja magát, jön középen Urjáni Ergé, egészen kívül Rocket Boy, ott van Trencsén is, 100 méter van hátra, Urjáni Ergé az Varga Sándorral, aki átvette most már a vezetést, Urjáni Ergé Trencsén támadja, de Urjáni Ergé Varga Sándorral fogja megnyerni a Nardus díjat. Urjáni Ergé Trencsén, a harmadik helyre pedig Szahari megérkezik Rocket Boy elé. Start. Start elindult a Falklandi, Zizzenő Zeta Johnson egy nagyon picit hátrébb a többiekhez képest, zuhatak K viszont jól kezd a falon, és egyelőre őrzi vezető pozícióját. Zóna is remekül kezdett, Zafira is jól jön el, vakjászva is egyébként egészen hamar talpon, és hát zuhatakká mögül Victoria Teamnek is remekül sikerült a startja. Zafir azonban hibázik az első kanyarban, ő az első, aki kiszáll ebből a versenyből. Zuhatakká, Zóna, Victoria Team, illetve Vrangel M az első négy helyen, majd jön vakjászma vezetésével az üldöző boly, vakjászma mellé mögé Zsóka zárkózik fel, Zeta Jones és Virok SB követi őket. Nem rossz a tempó, sőt azt is mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó Zuhatakká elsősorban, aki erről gondoskodik, noha persze a favorizált Zóna, aki folyamatosan támadja a vezető lovat. Bent a falon mögöttük nagyon-nagyon jól helyezkedik még mindig Victoria Team. Vakjászma érkezik meg melléjük, mögéjük Vrangel M és az zárkózó Zsóka mögöttük a lovak sorrendje. Ami tehát vakjátszmát illeti, most már ott van a második kettes fogad tagjaként kívül, elől pedig a vezető lovak zuhatta K, illetőleg Zóna. Zóna folyamatosan presszionálja valóban a belül haladó zuhatta K-t, ez így van akkor is, amikor jönnek ki szépen a második kanyarból, bent a falon Victoria Team, illetőleg kívül a már említett vakjátszban, majd pedig Vrangel M-et láthatjuk, aki pedig ott a háttérből sebességet tudott váltani, az nem más, mint Ugri King, Ugri King egyre
inkább jön előre, és most már csatlakozást fog találni az élen ügető kettős, ez az a Zuhata K-hoz, illetőleg Zónához. Utóbbi kettő gyorsítani is látszik az iramon, és még egy feltűnő lovunk van, Vinok SB, aki egészen a negyedik spúrba, tehát egy egészen más sebességi fokozatban jön előre, most már bejebb is tudott jönni a harmadik spúrig, akkor, amikor érkeznek a befutó egyenes előtt a kanyarra, és Zóna magabiztosan menet közben ére át. Így van, Zóna tovább gyorsított, Zuhata K is elfáradt egyébként, hogy a Zóna hozza majd a lovakat a finishre, méghozzá 3-4 hossz előnyen Vinok SB-vel szemben. Vakjátszma is megindulni látszik, Zuhata K mögül most úgy csak Victoria Team kiszabadulni, Zsókával vannak ott fejfejt a negyedik, ötödik pozícióban. Zóna elsőként fordul az utolsó 300-ra, Vakjátszma, hogy vártuk, azonban komoly ellenfél lehet majd az utolsó 100 méteren. Zóna, Vakjátszma, illetve ott a harmadik helyen Vinok SB, Vakjátszma bejújtja, mint múlt héten a rakétákat, 50-nél még Zóna egyelőre vezet, Vakjátszma folyamatosan közelít, Zóna vagy Vakjátszma, Zóna megnyeri a versenycsordással. Vakjátszma szoros második lesz mögötte, a harmadik helyre megérkezik Victoria Team, negyedik Vinok SB, ötödik Zsóka, hatodik Vrénzsölem. Start! Start elindult az utolsó kincsenparki mai ügyető futam, a Pulse Handicap. Reménység hibázott, de még a start erő, de ettől függetlenül reménytelen helyzetben várja majd a folytatást. A többiek közül ugye Rutarivel jól kezdett, de nála is sokkal gyorsabb Usain az egyik favorit, és vihar tempóban elrobog vezetni. Usain, Utah River, Vitalia, Tommy Lee. Ez a sorrend alakul ki az első négy helyen. Mögöttük is azért a középmezőny egészen szépen együtt van, kiszakadva a reménység, és hát a vezető kettős azért igencsak meglép. Usain és Utah River sorrendben. Vitalia mögött Tommy Lee, Wonderchild, Opál lány zárkózgatnak. Sensation, Vaku MQ egymás mellett, aztán Unique Noble színé tűnnek föl. Hát Wanderle is úgy tűnik, hogy azért nem ebben a versenyben váltja meg a világot, mert azért ő is kezd egy picikét lemaradozni a többiekhez képest. Viszont az üldözőboly az első egyenes közepéhez közeledve feljebb zárkozik és kezdi megközelíteni a vezető kettős, de egy körrel a végöt még mindig vezet Usain, Utah River, mögöttük azonban már feltűnik egy másik favorit, Wonderchild. Wonderchild második spúrba húzza maga után egyébként a Vaku MQ-t is, illetőleg Sensation is ebben a frontban tud zárkozni, tehát a kívüljövő lovak tagjaként. Usain vezet, Usain mellé talán föl is érhet majd pillanatokon belül Wonderchild, aztán bent a falon Utah Rivert, akinek a hátán Vitalia van, míg, amint említettem, Wonderchild jön fölfel, az ő hátán pedig Vaku MQ, illetőleg Sensation tudnak versenyezni. Az istálló egyenesben talán lassan gyorsulni fog az iram, amit a vezető ló Usain diktál, de hát egyelőre nem presszionálja őt senki sem arra, hogy különösebben gyorsítson, tudja tartani azt az egy hosszas előnyét Wonderchild-dal szemben, illetőleg Utah Riverrel, tehát Vaku MQ nagyon jó helyzetben, az ő hátán pedig Sensation, akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarba, és Nagy Ferenc kettő idomítotja, Usain vezetni tud. Ebből még bármi lehet, mert nagyon együtt az egész társaság, Sensation-nel próbálnak kívül elindulni, miközben Wonderchild felmegy teljesen Usain mellé. Usain, Wonderchild, Utah River, Vaku MQ, Vitalia, Sensation, alapvetően azt lehet mondani, hogy a favoritokról szólhat, talán majd az utolsó 300 méter. Bent a falon Usain még minthogyha egy kicsit előrébb, mint Wonderchild, utóbbi azonban nagyon-nagyon jól zárkozik, és ugyanezt teszi Vaku MQ Sordás Emile, aki majd a harmadik győzelmét arathatja, mert az utolsó 100 méterhez érve felmegy Wonderchild mellé. Wonderchild, valamint Vaku MQ kívül Vaku MQ gyorsabbnak, erősebbnek tűnik, 50-nél már elől van, és Vaku MQ fogja megnyerni a Pulse Handicapet. Vaku MQ a nyerő, mögötte Wonderchild a második, Sensation feljön a harmadik helyre, Usain végül negyediknek csúszik vissza. A négy favorit az első négy helyen a Pulse Handicapben győz, Vaku MQ. A starter ebben a pillanatban el is indította a mezőnyt, megfontolt tempóban áll az ére Jin, ő hozza tehát a mezőnyt. Nagyjából szétszórodnak, hiszen Radio Gaga nagyon menne például, hogy a többiektől egy kicsit külön galoppozik. Gyakorlatilag a második pozíciót tudja így megszerezni, mögötte ott van Vanília, de hát szinte lépést megy az egész csapat. Számbó, aki zárja a sort, az Rikát egyelőtte látszik kasolon, és akkor, amikor neki mennek az első ugrásnak, és ez természetesen nem rostálja meg a mezőny, talán apránként lassan-lassan most már gyorsulni is látszik az iram, amelyet most már Radio Gaga diktál. Radio Gaga mögött ott van Jim, akkor, amikor a második sövényhez mennek, itt sincs semmiféle probléma. Vanília szépen jön fölfele, és most már talán versenytempónak is nevezhetjük azt, amit a teli vérekkel mennek. Radio Gaga tehát elől, mögötte nagyon fogva galoppozik Vanília, aztán pedig Jean, de jönnek a többiek is. Cacholón, Sambo,
illetőleg a mezőny végén egyelőre Rikát, akkor, amikor érkeznek a kanyarba, és valóban fokozatosan belelendülni látszik Radio Gaga. Ennek megfelelően pedig a mezőny is így követi őt. Előnye nagyjából egy olyan 2-3 hossz lehet Vaníliával szemben, aztán Jean belül a falon, Sambo az idomító társa gyakorlatilag Vaníliának, és föl is galoppozik melléjük, most fej mellett mennek a vezető ló mögött, mögöttük megint egy kvázi kettes fogat, Cacholont láthatjuk, illetőleg a visszaeső Jimt, az utolsó pozícióban pedig Rikát, de hát mire ezt kimondom, most már Rikát is szépen fejlődik fölfele, és Jean kerül így a mezőny végére, egy kicsit aprózta a lépéseket Sambo az újabb ugrást megelőzően, úgyhogy vissza is csúszott, most már csak ott a negyedik, ötödik pozícióban látszik, miközben Vanília fölgaloppozott a vezető Radio Gaga mellé, úgyhogy itt is most már az élen egy kettes fogat, úgymond Cacholon nagyon szoros harmadik pozícióban galoppozik, egyetlen egy ló van kiszakadva, Jean, a többiek azok a frontban vannak. Izgalmas lesz az utolsó 600 méter, tulajdonképpen a teljes mezőn, talán Jean kivételve nagyon-nagyon együtt galoppozik, két favorit a frontban, belül Radio Gaga, most már elment mellette Vanília, Sambónak nem minden ugrás sikerült tökéletesen, de síkon azért mindig utoléri a többieket, ott van a harmadik pozícióban Cacholon, két hossza mögött a Rikát, és azért Jean is még onnan simán felérhet, akár a dobogóra. Radio Gaga megint jön, és megtámadja Vaníliát, Vanília, Radio Gaga, Sambo az első három helyen, 3-4 hossza mögöttük Cacholon, Rikát és Jean a lovak további sorrendje. A befutóra fordulva két ugrással a vége előtt középen, a Radio Gaga átveszi lassacskán a vezetést, kívülről támadhatja talán majd Sambo, ott van Vanília, ott van Cacholon. Az utolsó 300 méteren belül Radio Gaga-nak van egy jó kétosztas előnye a többiekkel szemben, és már csak egy ugrása van hátra. Radio Gaga Horváth Balázsdal az élen, sikerül neki tökéletesen az utolsó ugrás. Vanília, Sambo, Cacholon még mindig mögötte a második, harmadik, negyedik helyen. Vanília próbál még egyszer elindulni az utolsó métereken, de Radio Gagát ebben a futamban nem lehet megverni. Radio Gaga Horváth Balázsdal megnyeri az augusztusi gátversenyt. Mögötte Vanília, Sambo a második és a harmadik, negyedik helyre jön Rikát, ötödik lesz Cacholon, hatodik pedig Jean. Start. Elindult a nap második futama, ez a Huszár és Lovas Hagyományőrző Társaság díja. A startot követően nem tűnik rossznak a tempó. Unique Pilot áll az élre, jött a jön mögé mellé Vasmi, és jól kezdett Zambala is. A három nagy favorit már helyből ott galoppozik. Az első három pozícióban Keszi, illetve Zofinia követi őket, majd jön Linácska vezetésével az üldöző boly. Sejemkő az, aki ki van szakadva néhány hosszal. A boly végén egyébként Dinamitrúd, ott van Elkevella, valamint többek között Méta is, és Botaniszt is. Az élemény mindig Unique Pilot, nagyjából másfél hosszal előzi meg mögötte galoppozó Vasmit, a harmadik pozícióban Keszi zárkózott fel, és előzte meg Zambalát, aztán Linácska, Zoffini, a Botaniszt, Sámánkő, Misztidó, Dinamitrúd, Alcavella, illetve Méta a lovak további sorrendje, Sejemkő továbbra is nagyjából 4-5 hosszas hátrányban a többiekkel szemben. A verseny utolsó 1200 méteréhez érve, Unique Pilot továbbra is diktálja a tempót Martin Laubével, és könnyedén tartja ezt a jó egyhosszas előnyét az üldözőkkel szemben. Vasmi a második, Keszi pedig a harmadik pozícióban, Zambala követi őket, Misztidóz a falon igyekszik feljebb zárkozni, és ugyanezt teszi Botaniszt, aki egészen jó pozícióból várhatja majd a finish. Linácska is csúszik egy kicsit visszafelé, és úgy összességében is kezd egyre inkább szétesni a mezőn, de azért nagyjából erre lehetett is számítani. Ami eddig meglepetés, hogy Dinamitrúd nem nagyon tudott elmozdulni a mezőny második feléből. Unique Pilot és Vasmi úgy tűnik, hogy egyre inkább külön versenyt futhatnak. 6-8 hosszal rázzák le az üldözőket. Keszi, Botaniszt, Zambala, Zofinia, Misztidóz mögöttük a sorrend. A befutóra fordulva Unique Pilotot lovagolni kell, de egyelőre még tartja a vezető helyét Vasmival szemben. Mögöttük Keszi és Botaniszt tovább, és Zofinia indul meg a háttérből nagy lendülettel. Vasmi támad, Unique Pilot azonban védekezik, és már csak 250 méter van hátra. Óriási versenyt fut Keszi, de Zambal is ott lehet a dobogón. A távoztophoz érve Unique Pilot visszatámad, folyamatosan támad. Vagy a Vasmi, Unique Pilot, Vasmi, Zambala, a három favorit lesznek majd ott a dobogón, és amikor már csak 50 méter van hátra, úgy tűnik, hogy Unique Pilot lehet a nyerő, bár a végén Vasmi még egyszer elindul, de Unique Pilot a futam győztese, Vasmi, Zambala mögöttük a második és a harmadik, a negyedik helyre Dinamitrúd érkezik meg. És start, elindultak tehát a mai napon a nyeretlen két évesek.
összességben azért különösebb probléma nélkül elstartolt a mezőny. Jól kezd Ránsamátász, jól kezd egyébként Hulán is középen, ha jól látom, mezőny egészen kívülre sodródik, ami pedig a favoritot illeti Mondmaster, ő is abszolút ott van a frontban, de nem ő vezet, hanem Zarándok, aki talán egy-két osszal előtte jár. Zarándok, Mondmaster, Hulán, Ránsamátász, egészen kívül Macaron, valamint Mezzo, mert a falon pedig Laluca vannak viszonylag közel, egy ló van kiszakadva, féltávhoz érve Aigul nagyon-nagyon messze a többiekhez képest. Zarándok vezet, vagy vezetett, úgy tűnik a szép lassan Mondmaster felér mellé, és átveheti a vezetést, akivel Laluca tartja remekül a lépést. Hárman szinte teljesen együtt, hozzájuk talán még Ránsamátász próbál csatlakozni, Hulán sokkal jobban fut, mint elsőre. A távoszlophoz közeledve Laluca, valamint a favorizált Mondmaster maradnak ott a frontban, a harmadik híja talán majd Zarándok meg tudja szerezni, és amikor az utolsó 200 méterre ér a Csikó mezőny, akkor ütjük, hogy Mondmaster most már jelentős fölényben van Lalukával szemben. A végén Ránsamátász zárkózik, úgyhogy azt lehet mondani, hogy abszolút jönnek a favoritok ebben a versenyben. Mondmaster élete második futására azonnal el is veszíti a nyeretlenségét. Mondmaster a győztes, Laluca mögött Ránsamátász lesz a harmadik, Macaron végül feljön negyediknek, a Zarándok végül elfárad, és ötödiknek csúszik vissza. Szonya az utolsó, aki ebben a másodpercben be is áll a start helyére. 1300 méteres verseny, szintetikus pályán, másodosztály. És start, elindult, tehát a baracskai handicap, jó tempóban vágnak azért a hárman, négyen is, nyelvtörő tűnik fel a frontban, szerencsére ott erősen lovagolja Benkő Ádám, de tartja a lépést a vezetővel, mellettük ott van Dimo, egészen kívül Avantgarde, majd Sonja, Time Up Tell és Please Be True a lovak sorrendje. 1000 méter van hátra, nyelvtörő diktálja a tempót Pajs Gáborral, mögött egy hosszal érkezik a favorizált Dimo, Dimo mellett balra Avantgarde, bent a falon pedig szerencse lovag, a vezető négyes lerázni látszik egy kicsit az üldözőket, a boly élén már, mint az üldöző boly élén Szonja, aztán érkezik csak Time Up Tell, valamint Please Be True kettőse, még mindig egészen jónak tűnik a tempó, és nyelvtörő a starttól kezdve az élen. Nyelvtörő Avantgarde egyelőre remek versenyen mutatkozik, Dimo pedig ott a falon tapad a vezető három éves nyelvtörő. A háttérből úgy tűnik, hogy Szonya kezdi meg nagyon-nagyon dinamikusan az árkózást. A sor végén Please Be True nem nagyon tud elindulni, és egyelőre a Time Up Tell-nek sem volt még momentuma. Nyelvtörő Dimo meg fogja támadni az utolsó 300 méterre. Nyelvtörő Dimo, Avantgarde most kezd fáradni. Time Up Tell indul előtte kívülről, Szonya csatázhatnak majd a dobogóért. Nyelvtörő védekezik, Dimo folyamatosan próbálja támadni, de nem nagyon tud faragni ebből az egy-két hosszas hátrányából. Nyelvtörő Pajs Gáborra fogja megnyerni a baracskai handicapet, méghozzá végigvezetve nagyon maga biztos a nyelvtörő Dimo, Szonya megérkezik harmadiknak, negyedik szerencse lovag, ötödik Time Up Tell, hatodik Avantgarde, hetedik Please Be True. És start, elindult a szabad felállítású Sörnyei Handicap, 2200 méteres távon. Nézzük, hogy ki megy el vezetni. Úgy tűnik, hogy a derbit is megjárt Ty Knight, az, aki Nagy Tamással diktálhatja a tempót. Ment a falon, ott van mögötte mellette Zappehely, Celeburdi, illetve Kőni Gárion. A folytatásban Stanford és Oxford Tespian, vagy jön Lavrilo, két vagy gyengébben kezdő Allegro az, aki zárja a sort 2-3-20-as hátrányban. Megtette a mezőny az első 400 métert, változás a sorrend tekintetében nincs. Vezet még mindig Ty Knight, méghozzá nagyjából két hosszas előnnyel a mögötte galoppozó Zappehellyel szemben. Ty Knight, Zappehely, Celeburdi még mindig az első három helyen. Bent a falon Oxford Tespian jön egy kicsit feljebb Kőni Gárion mellé, ott fej-fej mellett őnek a negyedik-ötödik pozícióban versenyezve. Aztán a folytatásban Stanford, illetve mellette az istálotás Allegro, Lovely Rock a sor végén. Egyáltalán nem kiszakadva, nem rossz a tempó, Ty Knight a szürke, három osztal megy most már Zappellyel szemben, Ty Knight, Zappehely, hárman most már fej-fej mellett, mert Celeburdit utolérte Oxford Tespian és Kőni Gárion, utóbbi kívülről előzésben van, és ő most már odafel egészen Zappehely mellé. Stanford is zárkózgat szépecskén, ott van most már közvetlenül az élboly végén, ugyanezt teszi Lovely Rock a sor végére, ismételten csak Allegro csúszik vissza. A vezető Ty Knight kivételével egy csomóban galoppozik a mezőny, és megkezdték most már a verseny utolsó 800 méterét. Kőni Gárion jöhet fel lassan másodiknak, fáradni látszik Zappehely, bent a falon elment meretet Celeburdi, Stanford pedig most már egyértelműen megérkezett az első négy helyezett közé. Oxford Tespiant egy kicsit lovagolni kell, de nincs messze, Lovely Rockkal is ugyanez a helyzet.
Tainát még mindig legalább 4 hosszas előnnyel jár az élen. Tainát mögötte Kőni Gárion, Celebordi, Stanford, Oxford, Tespian, valamint Lavri Rock, ebben a sorrendben fordul a mezőny a befutó egyenese. Nagyon izgalmas finisse van, kilátás, most már azért Tainátot is lovagolni kell, de egyelőre nem olvad az előnye. Oxford, Tespiannak tűnik egészen nagynak a lendülete. Két favorit, egy másik két favorit is elindul, Stanford is zárkózik közöttük. Kőni Gárion fut nagyon-nagyon jó versenyt, a távoszlophoz érve úgy tűnik, hogy Tainát elfárad. Jön Kőni Gárion, jön kívül Stanford, jön Oxford, Tespian óriási léptekkel, de egyelőre Kőni Gárion még mint hogyha vezetne. Kőni Gárion vagy kívül Stanford, Stanford zárkózik, Kőni Gárion azonban védekezik. Kőni Gárion Kriskóval megnyeri a futamot. Kőni Gárion, Stanford, Oxford, Tespian, negyediknek csúszik végül vissza Tainát. Mögötte messze jön Celebordi, Lavri Rock, illetve Allegro és Zappehely. Start elindult, tehát a 250 méteres sprintverseny, Detschat szenzációsan kezdett és egyelőre vezet Don Juannal szemben. Detschat, Don Juan kívül Buksi, aztán Django és Dipnált a sorra, de Detschat egyelőre úgy tűnik, hogy távolozza az ellenfeleket, és 250 méteren is rettenetesen erős Detschat könnyedén végigvezetve megnyeri a futamot, mögötte Buksi megérkezhet a második helyre, Don Juan lesz majd mögötte a harmadik. Detschat folytatja ezt az egészen káprázatos nyerő szériáját, és biztosan nyeri a Drupiz Maldini díjat.